Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök az Emplén Televízió péntek esti híradóját látják. Nézzük már is kiemelt híreinket. Stabil költségvetéssel, egyre sikeresebb vállalkozásokkal indul az év sáros patakon. Robotokat programoznak a kerizsdiákok. A Miskolci Egyetem segíti a tehetségek fejlődését. Megújult és új funkciót kapott a Tolcsvai Szirmai Balbot kastély. Továbbra is stabil Sárospatak önkormányzatának költségvetési helyzete, jelentette be a város polgármestere, hozzátéve, hogy évvégén 30 millió forintos állami támogatásban részesültek. Aros János elmondta, a pataki vállalkozások és turisztikai szolgáltatók eredményességéből befolyó adóbevételek is jól alakultak az elmúlt időszakban. A napokban megjelent 10 éves időtartamot vizsgáló KSH felmérése szerint pedig a megyében a legmagasabb egyfőre jutó személyi jövedelem adó növekmény Sárospatakon volt tapasztalható. Nem maradt kifizetetlen számlája a Sárospataki önkormányzatnak 2015 év végére, mondta hírműsorunknak a város polgármestere. Aros János közölte, miután az önkormányzati költségvetéseket nullásra kell tervezniük, a korábbinál is sokkal feszesebb gazdálkodást folytatnak. Az elmúlt év végén testületi felhatalmazással ők is állami támogatásért fordultak, ami 30 millió forintos összeget jelentett. A kért összeget megkapta a város, és így stabil háttérrel kezdhetik el az idei költségvetés tervezését. A polgármester emlékeztetett, nem állna ilyen jól a költségvetési helyzet, ha nem lett volna az állami adósság konszolidáció. A Sárospatak önkormányzatának is volt 2 milliárd forint kötvénykibocsátásból származó tartozása, ezt az akkori konszolidációt sikerült nullára levinni. Ehhez párhuzamosan, ezzel párhuzamosan pedig az akkor még önkormányzati fenntartásban lévő elsősorban oktatási intézmények, illetve önkormányzati cégek szoros, feszes, takarékos gazdálkodásának köszönhető, hogy mára sikerült ilyen stabil helyzetbe hozni Sárospatak költségvetését. A város költségvetési helyzetét, a saját bevételeket leginkább két tényező határozza meg. Az iparűzési adó helyben maradó része, valamint az idegenforgalmi adó. Az elmúlt hetekben megjelent statisztikai adatok már jelezték, hogy folyamatosan fejlődő tendenciát lehet megállapítani a turizmus élénkülésében. A héten egy megyei adatokat tartalmazó KSH felmérés támasztotta alá, hogy erősödik Sárospatak gazdasága egyéni szinten is. 2001 és 2011 között vizsgálták az egyfőre jutó személyi jövedelem adó alakulását. Tokajhegy alján az egyfőre jutó személyi jövedelem adó tekintetében Sárospatakon a legkedvezőbbek az adatok, és ha ezt a 10 évet vesszük figyelembe, akkor látható, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő település ebben a tekintetben is Sárospatak. Ezt az eredményt is, mint ahogy a turizmussal kapcsolatos eredményt köszönöm a sárospatakiaknak, köszönöm a sárospataki vállalkozásoknak, és ha ugyanígy tudjuk tovább folytatni a fejlesztéseket ebben az ütemben, akkor biztos vagyok benne, hogy még jelentősebb előrelépés lesz hamarosan tapasztalható. A polgármester azt is hozzátette, a város közigazgatási területén több mint 1300 vállalkozás működik. A katolikus keri diákjai programozható robotok segítségével tanulják, hogyan hasznosítható gyakorlatban az informatika tudás. Az iskola a Miskolci Egyetemtől kapott kölcsön összeszerelhető és programozható robotot, a többi pedig már a diákok ügyességére és kreativitására volt bízva. Eredményeiket decemberben informatikai szakmai napon mutatták be a kerisek. Meghatározott útvonalon közlekedik a kerisek saját LEGO robotja. Az informatikai szakmai napon mutatták be a felsőbb évfolyamos diákok, milyen tudás szükséges ahhoz, hogy egy robot életre keljen. Ennek a robotnak van egy okostelefonra letölthető alkalmazása, ami Bluetooth-szal kommunikál ezzel a robottal. Ennek hatására lehet irányítani a robotot jobbra-balra, előre-hátra, és lehet mozgatni a karjait is.
A katolikus keriben informatikai szakon számos programozási ismeretet tanulnak a diákok, ám a megírt programok kipróbálására ritkán van lehetőségük. Az ismert építőjáték gyártó cégnek van ilyen lehetősége, hogy kész robotokat biztosítanak az intézményeknek, ám azt, hogy mit tudjon egy ilyen szerkezet, már a diákokra van bízva. Lehetőséget kaptunk, hogy minden iskola igényelhet robotot. Ezt tulajdonképpen kölcsön kapta az iskola. Ez egy kezdőkészlet, ezzel szeretnénk beindítani a robotozást, nem csak középiskolába, hanem általános iskolába, és utána szeretnénk haladó készletet igényelni. A cél, hogy a diákok megtapasztalják, milyen használható tudás van a kezükben, hiszen sokféle tulajdonsággal lehet felruházni egy ilyen robotot. Az idáig vezető úttal viszont sokat tanulhatnak a gyerekek. Nagyon fontos iránya az iskolának, nem véletlenül vettük fel ugye a kapcsolatot. Kaptuk a bemutató darabot, és hát azt most már a munkaközösséggel egyeztetve 2-3 darabot szeretnénk vásárolni, és a jövő évtől már azt mondom az oktatás szolgálatába állítani, mert nagyon fontos, mert látja a diák azt, hogy amit elméletben megtanul, az hogyan működik gyakorlatban, hogy mozdul meg a robot, hogyan követi a nyomot, ugye, amit itt a bemutatókban is látunk, és ez milyen programot kell írni. És mikor egy számunkra, laikusok számára 2-3 oldalas program megjelenik, és utána ez a robot működik, az élményt ad a diáknak, és látja azt, hogy a programozásnak van értelme. Ebben a tanévben több ilyen kezdő programozható robotot szeretne beszerezni az intézmény, hogy minél több diák tapasztalja meg a játékos tanulás lehetőségét. Az egykori főúri élet bemutatására törekszik a felújított Szirmai Waldbott-kastély. A község 498 millió forintot nyert az épület külső felújítására és a park rendbetételére. A kastélybeli kápolna átadásán Zsolozsmára hívták a községben élőket, amely különleges alkalom volt, hiszen a 20. század derekától nem használták eredeti rendeltetése szerint ezt a helyiséget. Újságírók, turisztikai szolgáltatók, szállásadók keresték fel a közelmúltban a felújítás alatt álló torcsvai Szirmai Waldbott kastélyt. Az épület örökség turisztikai és kulturális rendezvényközpontként fog működni hamarosan. Teljes külső és belső felújításon ment keresztül a kastély. A villamos hálózatot, épületgépész hálózatot és természetesen a bútorzatot is teljesen felújították. Milyen hasznosítási módja lesz ennek a kastélynak? Örökség turisztikai rendezvényközpont lesz a neve. Egy részében kiállítás lesz, amelyikben bemutatjuk a Waldbott családnak az életét, a gyerekkortól egész a idősebb korig. Másrészt pedig a helyi nevezetességeket lehet lesz megtekinteni, hiszen Tolcsva egykor a kastélyok városa volt. Szeretnénk ezt a fényét visszaadni a településnek. A Waldbott kastély mellett 2-3 másik kastély van, ami ugyanilyen felújításon megy keresztül. Kápolna, könyvtár, szalonok, még egy főúri esküvő is megelevenedik hamarosan a kastélyban. A turisztikai szakemberek figyelmét felhívták arra is, hogy a külső terek kialakításának köszönhetően hamarosan nem csak kisebb, de nagyobb tömegeket megmozgató kültéri rendezvényekre is alkalmas térré válik a park. A jövő héten jelenik meg az az ingyenes kiadvány, amelyből a sárospataki, illetve környékbeli érdeklődők megismerhetik a Művelődés Háza és Könyvtára januári programjait. Csatlósné Komáromi Katalin igazgató elmondta, ebben az esztendőben is színes és változatos programokra várják az érdeklődőket. Hozzátette, az események összeválogatásakor ezúttal is az volt a legfontosabb szempont, hogy valamennyi korosztály számára szórakoztató és érdekes programokat kínáljanak. Új év, új kínálat, amelyek között hagyományos események és új programok egyaránt szerepelnek. Ez a Sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára a januári programkínálata. Hamarosan, jövő héten megjelenik az az ingyenes kiadvány is, amelynek segítségével ezek közül válogathatnak az érdeklődők. A kínálat pedig igencsak színesre sikeredett most is, tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin igazgató. Ennek a hónapnak egyik kiemelt és a szakma számára nagyon fontos esemény a magyar kultúra
napja ünnepség, amelyhez itt a városban is több esemény csatlakozik. Így intézményünkben már évek óta a hagyomány, hogy szavaló versenyt szervez a könyvtári intézményegység. A Darmos Pisti által életre hívott Zempléni Gyermekszóló Táncfesztivál pedig szintén minden évben a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan kerül lebonyolításra. Kiállítást fogunk nyitni itt a Műfáz galériájában, egy kalapkészítő mesternek a munkásságát mutatjuk majd be. Január 28-án pedig az Újbástya rendezvénycentrumban a Hegycei Alkotótábornak több évtizedes működéséről készül egy átfogó kiállítás. Ebben a hónapban színházi előadás is lesz. Itt mindenképpen szeretném felhívni a színházi bérletes közönség figyelmét, hogy ez még az elmúlt esztendő decemberben elmaradt előadása, tehát a korábban megváltott bérletek erre érvényesek. Ez Udvaros Dorottya főszereplésével megvalósuló színházi este lesz. Köztünk élő világjárók, borvidéki kalandozások és komoly zenei koncertek színesítik majd ezt a sort. A Művelődés Háza és Könyvtára mellett a tavalyi évben kiemelkedően teljesített az Árt mozi is. Ez derül ki a 2015-ös év értékeléséből, tette hozzá az igazgató. 2015-ös esztendőben minden intézményegységünk nagyon szép látogatói létszámot produkált, igaz ez a mozira is, ahol 13 ezer fő néző fordult meg, és hát már sokszor nyilatkoztuk, hogy a mozi film kínálata tavaly évben olyan volt, ami segített minket abban, hogy ezt a jó nézőszámot elérjük, hiszen mind tavasszal, mind pedig a karácsonyi szünetben voltak olyan filmek, amelyekből nagy számú vetítést tudtunk lebonyolítani. A rendezvények száma nagy mértékben megnövekedett. Itt gondolok azokra a tematikus sorozatokra, a vizuális szendvicsek, a lélekfilmek sorozat, vagy éppen az ősszel indított két új kezdeményezésre, az Anyu mozira és a Szépkorúak moziára, amely szintén különböző korosztályt szólított meg, de mindenféleképpen a mozi népszerűsítését is szolgálta. A Makovec ház dolgozóinak legfontosabb célja idén is az, hogy a legszélesebb korosztályt elérje programjaival. A 95 éves Vitányi Józsefnét, Elzsike nénit köszöntötték Sárospatakon. A jó egészségnek örvendő asszony mögött egy átélt világháború, sok kétkezi munkával eltöltött év áll. Azonban a nehézségek mellett az egyre gyarapodó család szeretete, a mély vallásosság mindig erőt adott ahhoz, hogy a problémákon túllépem a boldogan, nyugalomban töltheti nyugdíjas éveit. Január 8-a Sárospatakon egy család számára biztosan fontos dátum. Vitányi Józsefné Erzsike néni 95 évvel ezelőtt, 1921-ben ekkor látta meg a napvilágot, és ma már a 95. születésnapját ünnepelheti. Sárospatakváros önkormányzata nevében Aros János polgármester köszöntötte ebből a jeles alkalomból. Mintha tegnap lett volna, amikor 5 évvel ezelőtt itt voltunk, és a 90. születésnapon köszöntöttük Erzsike nénit. És hát láttam, hogy milyen nagy szeretetben tetszik élni. Volt lehetőségem két ünnep között itt néhány percet eltölteni ebbe a tényleg nagy és szeretetteljes családba. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik titka. Annak a szeretetnek egy részét, amit tetszett adni a gyerekeknek, annak egy icipici részét most ők visszaadják, és ez így nagyon szép. Nagyon boldog 95. születésnapot kívánok! Természetesen ilyenkor mindig elhangzik a kérdés, mi a hosszú élet titka. És talán nem is meglepő, hogy Erzsike néni korosztálya szinte kivétel nélkül egy valamiben látja a titkot. Dolgozni egészség, az meghozza az egészséget, ha mindig dolgozunk. És én eleget dolgoztam is. Erzsike néni megélte a háború viszontagságait, és amíg a család férfi tagjai a fronton harcoltak, ő édesanyjával Makoshogykán saját kezüleg építette fel házukat. Ma családja körében 4 unoka és 8 dédunoka igyekszik szebbé tenni mindennapjait. Itt vannak inkább a gyerekek, persze. Vannak azért Miskolcon is, vagy Debrecenben unokám, de Amerikában is. Tündike ott van Amerikában. Nem régen volt itthon, találkoztunk, örültem neki, hogy még megláthattam, meg remélem, hogy még meg is fogom látni, máskor is eljönnek. Most már hagyományosan minden évben köszöntjük Sárospatakon a 90-95, és hát nemrég adatott meg nekünk az a gyönyörűség, hogy 100 éves lakost is köszönthettünk Sárospatakon. Valóban, mintha csak tegnap lett volna, amikor 90. születésnapjára köszöntöttük ugyanebben a házban, ugyanebben a közösségben szerettei között Erzsike nénit, és most természetesen úgy, hogy ő nem
idősödött, nem öregedett egyetlen egy percet se, mi lettünk csak idősebbek. Most örömmel látjuk, hogy ugyanolyan jó egészségnek örvend 95 éves korában is, ugyanolyan szeretetet kap a gyerekeitől, unokáitól, mint kapott eddig, és azt hiszem mindennek ez a titka. Az a szeretet, amit a mi gyerekek, hiszen mi gyerekek maradunk akkor is, hogyha 50, 60, 70, 80 évesek vagyunk, mi gyerekek, amit kaptunk az élet során szüleinktől, azoktól, akik szerettek minket, azoktól, akik szeretettel fölneveltek minket, most lehetőségünk van legalább egy icipicit visszaadni belőle. Erzsike néni azt is hozzátette, a szeretetet nem csak karácsonykor érzi. Kun Edit természet ábrázoló festményei tekinthetők meg a füzéradványi Károlyi kastélyban. A festőnő maga is vadász, így a Zalai dombság vidékén, a Kis Balaton környékén szerzett élményeit viszi vászonra, igen hitelesen. Az alkotó szívesen viszi képeit vadászati eseményekre, a füzéradványi kiállításának megnyitóján is sok zempléni vadász tekintette meg munkáit. Hiteles természetábrázoló képei előtt állva szinte ott érezhetjük magunkat egy-egy őz, vaddisznó vagy róka közelében. Kun Edit festőművész tárlata nyílt meg december elején a füzéradványi Károlyi kastélyban. A Kis-Balaton környékéről származó jogászhölgy szívesen mutatja be a természetben tapasztalt élményeit. Fiatal kora óta vadászik, így munkái elkészítéséhez sokat tartózkodik a szabadban, és szívesen festi meg otthonának tájait. Híradónk végén főbb híreink még egyszer. Stabil költségvetéssel, egyre sikeresebb vállalkozásokkal indul az év Sárospatakon. Robotokat programoznak a kerisdiákok. A Miskolci Egyetem segíti a tehetségek fejlődését. Megújult és új funkciót kapott a Tolcsvai Szirmai Balbot kastély. Kedves nézőink, Önök az Emplén Televízió híradóját látták, megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Holnap este hírösszefoglalóval várjuk Önöket, viszontlátásra!